Na sziasztok! Itt van a bőjt, itt van újra, meg a, ez a húsvét, meg minden. Úgyhogy most egy kicsit ilyen tematikus videóval jövök. Viszont IT-s lesz a történet továbbra is, meg kicsit szörmentén programozós ma élek, meglátjátok. Mert arról is lesz szó, hogy komplexitás helyett néha jó az egyszerűség, és látjátok, itt van ez a kép, ez a mindenféle traktorból, motorból, fűnyíróból épített overbloated dolog, amit manapság valamiért a szakma nagyon kedvel, hogy ebbe az irányba menjünk el, holott néha halál egyszerű dolgok sokkal jobbak. És hogy kapcsolódik ez mégis a bölgyhöz? Mindjárt mutatom, hogy hogyan. Ez csak egy képnyugi. Közben elmozdítottam a kamerát, és a képen rajta volt az a YouTube-ra kitevett képen. Na, először is nézzük egy kalendáriumot. Ugye, a bőjt időszak az miről szól úgy általában? Arról most nem kell ez vallásosnak lenni, hanem általában minden kultúrában, meg minden vallásban ezek a időszakok azért vannak, hogy hát így jobbá tudjál válni, és ez mindenkinek hasznos lehet, mondom, vallástól függetlenül. És jó, most vannak ilyenek, amik ilyen önmegtartatás, olyan, stb. Most ilyen egy sokkal egyszerűbb dolgot fogunk csinálni. Azt szeretnénk, hogy felvegyünk szokásokat, vagy megerősítsünk, illetve lehetőleg próbáljunk rossz szokásokat nem csinálni, de igazából ezt a kettőt így összemossuk, és azt mondjuk, hogy pluszpontokat tudunk kapni a napokhoz rendelve. És ugye itt szerdán elkezdődött a nagy bőjt, és ugye tart egész márciusban, mert majd április esélyén lesz húsvét, hétfő, és akkor ennek ez így a módja, mondjuk ezt így fogjuk fel, hogy igazából az összes hetet azt így abban a periódusban felfogjuk így bőjti időszaknak, most egyszerűség kedvéért, és azt csináljuk, hogy szeretnénk valahogyan tárolgatni, meg gyűjteni, meg statisztikázni majd később, amikor majd az véget ér, hogy mennyire sikerült ezeket a célokat elélegetni. Na már most, itt elmehetünk abba az irányba, amit itt láttatok ezen az ábrán, hogy így megrémülök tőle, ugye ebbe az overbloat irányba, hogy fogsz egy Android stúdiót, megnyitod, csinálsz belőle egy Android alkalmazást, vagy egy ilyen ilyen PVA-s webalkalmazást, amit mobilról is tud futtatni, hogy bárhonnan elérhessed, és jó gombokat fölveszel rá, és akkor jó, persze, ezt meg lehet csinálni, egyébként annak is van értelme, hogyha valaki ilyeneket akar gyakorolni, de nagyon erősen elment a szakma ilyen irányba, holott a lightweight megoldások tényleg sokkal jobbak, és mi most a lightweight irányba fogunk elmenni, mert szeretném megmutatni, hogy minden baromira egyszerű, hogyha nem akarjátok direkt megbonyolítani. Most hogy csináljátok ezt? Hogyha valakinek még ez is bonyolult lesz, amit mutatok, folyjatok egy darab papírt, azon vezessétek, jó, aztán kész, adogassátok össze, majd statisztikázzátok ki. Legrosszabb esetben valami Google Docs-os táblát csináljátok róla. Jó, oké, és ennyi, hogy LibreOffice-os, akármilyet, OmniOffice-os. Nem az a lényeg. Én megmutatom, hogy körülbelül én hogy szeretek ilyenekhez hozzáállni, viszont lesz egy kritérium, azért szeretném, hogy mobilról is el tudjam ezeket a dolgokat érni, tehát ezért neveztem ezt idézőjelekbe ilyen alkalmazás, látjátok már ilyen halál egyszerű igazából, hogyha olyan közeget alakítotok ki a számítás technológiátokba, a saját eszközeitekkel, meg a operatőrre választásokkal, eszközválasztásokkal, hogy hirtelen minden egyszerűvé válik, nem kell semmit bonyolultat fejleszteni. Szóval, olyat akarok, hogy ezekhez a napokhoz, mintha rákattingatnám most ilyen kattingatós elképzeléssel, de nem fogunk kattingatósat, mert azt én nem szeretem. És akkor ahhoz a naphoz hozzárendelsz dolgokat, amik valamilyen pluszpontok, és az adott célokat lehessen. Na most milyen jellegű célok lehetnek? Például nekem az egyik célom az, hogy jobb legyen a alvási ritmusom, meg az életritmus is ennek köszönhetően. Mert ugye, aki otthonról nyomja a melót, annak előfordulhatnak ilyenek, hogy nyomsz mondjuk 2-3 projektet, vagy akár egyik jobban megszorul, és akkor csak egyet, de értitek. Szóval van ilyen, hogy nyomjátok, és akkor hirtelen azt veszed észre, hogy fönnmaradsz így nagyon sokáig, és akkor így elrontod a alvási ritmusodat. És jó, oké, majd lesz olyan munkalap, ami mondjuk nincs valakinek eladva, és akkor ezt idézőjelben bepótlod, de ez nem jó, mert ettől így szétszakad a életritmusod. És egyébként, akik mit tudom én, több műszakban dolgoznak, azok is azért valamilyen ritmusban dolgoznak, nem ilyen kaotikusan. Na, úgyhogy ezt például én szeretném egy kicsit visszaállítani, és ez sokkal egészségesebb lesz, stb. Úgyhogy ez lesz az egyik ilyen gól. Most ez csak egy olyan, hogy azon a napon ez megtörtént-e. Ennyi fogok mérni, semmit, órákat nem, hogy hány órát aludtam meg, és ez nem érdekel, mert ugye nem arról van szó, hanem hogy egy viszonylag korán aludtam el, és viszonylag korán keltem föl, és ennyi.
A főleg az, igazából ebbe a korán elaludás. A lényeg az, hogy korán fölkeltem, a faszal berakok egy ébresztőt, aztán zombul az ember nappal, és akkor programozik valamit. Itt nem az a lényeg, hanem hogy direkt megerőltetni magamat, hogy nem, akármilyen projekt kicsit ilyen lass, valaki szeretné, hogy jobban toljam, akkor is ez meg legyen forcingolva, hogy kész, jó lesz az alvás. Mert ugye az egészségetnek jót tesz. A másik az az, hogy mondjuk valamilyen edzések, sportok, futás, séta, fekvő, stb. Na most ezeknél viszont van mértékegység a dolgoknak, például a kilométer, hány fekvő, stb. Ugye? Tehát ilyeneket is akarjál napokhoz rendelni, hogyha mondjuk akkor aznap csináltad. És a végén majd akarsz róla a statisztikát, a hetente mennyit csináltál, volt amikor nem csináltál, azok hány olyan hét volt, stb. Ilyen lekérdezéseket. Igazából az a lényeg, hogy bármit meg tudjál majd kérdezni utána róla. Oké? Tényleg bármit, majd meglátjátok, hogy hogy fogjuk ezt megcsinálni, mert ennek lesz egy follow-up videója, abban megcsináljuk azt, amikor ugye az adatokat majd folyamatosan fogom követni, meg mobilról fogom ide fölvinni, és ugye meg lesz a mobilon a gépen közötti szinkronizáció, azt még most meglátjátok, hogy hogyan fogom megcsinálni. És ennyi. Úgyhogy ezt hogyan csináljuk meg? Azt mondjuk, hogy munka, bemegyünk ide a, nem C++, hanem simán ide a munka, és azt mondjuk, hogy mkdir, böjt. Aztán bemegyünk a böjtbe, akkor azt mondjuk, hogy csináljunk egy ilyet, hogy 20-24, de lehet, hogy ezt később is fogok csinálni, és akkor mitől legyen itt ilyen könyvtár. Jó. Menjünk be ide a 20-21-be, és azt mondjuk, hogy git init. Csak azért, hogy verziózzunk bármit, és kitalálunk. És mondom, a legminimalisztikusabb dolgot fogjuk csinálni. Azt mondjuk, hogy legyen itt egy readme.md. Azt mondja, hogy suckless minimalist. Hát a fasting az nem jó, mert ugye az magába foglalja azt, hogy valami étellel kapcsolatos. Self-improve. Legyen ez ennyi. Self-improve. Aztán kész. És akkor most ez ugye angolban ilyen vallásfüggetlen, de ezt nem töltöm majd fel sehova, csak így. És mégis mutatom, hogyha valaki ezt fel akarná tenni GitHub-ra, hogy valami az övét, amit ő csinál, akkor ezt, értedek, valamit ideírkálnátok. Jó, és akkor azt mondjuk, hogy... Ide csak valamit írok. Kicsit annyit följebb mozgatom magam, hogy látszódjanak legalább a dolgok. És képzeljétek el, hogy ezt fogjuk és simán min fogjuk alapozni? Valami MySQL adatbázis, valami Python script, valami C program, valami Python program, valami Rust program, TypeScript, HypeScript, az HypeScriptnek szeretem nevezni, JavaScript, ugye Java program, vagy valamilyen nyelven meg van írva, dehogy is. Nem csinálunk semmit, nem nyitunk meg egy Android Studiot, nem kezdünk el appokat fejleszteni, olyan megoldást csinálunk, hogy ez egy darab szövegfájl lesz. Egy-két dologra figyelünk, méghozzá, hogy legyen kicsit struktúrája ennek a szövegfájlnak, de olyan legyen a struktúrája, hogy egyszerre tudjad kézzel könnyen szerkeszteni, és könnyen majd feldolgozni is. És akkor majd látjátok, amikor a letelik ez az időszak, akkor fogok csinálni erre egy follow-up videót, hogy hogyan lesz ez feldolgozva. Aki meg akarja, az a comment szekcióban nyugodtan írkáljon ötleteket, hogy hú, ezt ő hogyan csinálná? Milyen parsingot csinálna arra, hogy ezt feldolgozza ezt a fájlt, amit most itt fogok csinálni. Kíváncsi leszek majd, hogy mik jönnek, milyen tippek, és majd akkor össze lehet vetni arra, amit ide kommentetek ez alá, majd a másik videónál megjegyzem, hogy nézzék meg, hogy emberek hogy miket várnak, hogy körülbelül mire számítanak, és én körülbelül mit csinálok, majd ugye látni fogjátok a follow-up videóban, majd egy körülbelül 40 nap múlva. Nyugi, addig is lesznek videók majd más témában, de előrevetíti ez a videó is, hogy itt ez hogy fog kinézni, és mondom, szerintem kreatívak lesztek, sokan kitaláljátok. Először is legyen egy ilyen, hogy goals. Ezt azért neveztem Markdown-nak egyébként, ugye MDM, csak azért, hogy legyen egy kis ilyen syntax highlightom. Ugye a goals-ba fölvesszük azt, hogy legyen mondjuk az, hogy sleep, meg van, annak, és a sleepnek annak nincsen mértékegysége. Ez ugye legyen, hogy sleep, nincs mértéke, bocsánat, tehát egy S, a betűkódja, a mértékegysége és a neve. Aztán legyen az, hogy E, mint exercise, az legyen fekvő, és a legyen ékezetben nyugodtan, majd meglátjátok, milyen fasz ez.
És akkor legyen, legyen itt benne az, hogy ilyen push-up, mint a melltartó, nőknek is az esetleg nézik, nagyon viccelek, de azt fekvétám az angolul. Na szóval, nem, nem azért nevezik, ugye melltartó, ne aggódjatok. Szóval a push-up az ugye fekvétámasz, és akkor azt mondjuk, hogy ja, bocsánat, az a vége lenne, és ja nem, ez, ez a mértékegység, igen, és ez azt mondjuk, hogy exercise. Jó, exercise book. Egyébként azt tudjátok-e, hogy az más, az nem exercise, hanem exorcist book. Hoppá, ezt is sokan talán most ébrennek majd rá a régi videónál, hogy az tényleg más tudott a gyerek, hoppá, és azt is angolul mondta, de ne arra, amire gondoltok. Na jó, mindegy. Szóval, azt mondja, hogy a exercise, a sleep, az X egyébként csak azt jelenti, hogy nincsen mértékegysége, akkor legyen egy R, azt hívjuk úgy, hogy run, az legyen ki a kilométer, akkor legyen egy W, az legyen az is kilométer, az csak legyen az, hogy walk, aztán egyébként meló közben is néha szoktam így walk indulni, de lehet, hogy azt nem fogom külön számolni, csak ami direkt így pluszba egy nagyobb séta, tényleg valami túra szerelő. És akkor lehet, hogy majd kiveszek ebből dolgokat, most ez csak ilyen hozzávetőlegesség. És akkor például mi legyen még, mert ugye ezeket mondtam, legyen a YouTube, ennek sincs sem értékegysége. Ugye ennyi, és akkor még, tehát van a sleepünk, van egy exercise-unk. Ja, még egy olyat akarok, hogy jó, ennek sincs mértékegysége. Ez csak order, ez azt jelenti, hogy igazából a ház körül valamit csináltam, felások a kertet, értitek? Tehát valami dolog, amit egy kicsit így normálisabb rend van, igazából teljesen minimalisztikus, ilyenkor törekedni kell arra, ez egy életvezetési tanács, hogy ne ilyen gigászi célokat akarjatok megfogalmazni, hanem lehetőleg olyat, amit harmadkönnyen meg tudtok csinálni, mert akkor higgyetek el egyébként, hogyha harmadkönnyen megcsináljátok, akkor egyet meg is csináljátok, másrészt, ha már elkezditek, igazából általában nehéz, ha már elkezditek, akkor valami többet fogtok csinálni, jó? Tehát itt csak is nagyon könnyűeket vegyetek föl, főleg, hogyha napokhoz lehet ezt rendelni. Jó? Okés. Ezek a gólok, és akkor itt lesz egy olyan, hogy kalendár. Ugye a naptár maga, és ezt úgy lehet egyszerűen megcsinálni. Láttátok, itt van ez a kalendár. Most ha megnézik ezt a cal parancsot, akkor biztos vannak ilyen mínusz-mínusz helpjei. És közben itt csináljunk egy flippert magunkat. Egy kicsit jobb. Szóval a webcam watchnek, ez a mínusz 3, ez mondjuk király. Ez látom azt jelenti, hogy 3 months. De azt is lehet, hogy mínusz N, 2. Ó, hát ez még jobb, mert ugye január az ugye nincsen benne. Bár már kigondoltam egyébként, hogy kéne leaplikálni róla az elejét. Na mindegy. Szóval ezt fogjuk így, hogy van ezt a naptárat. Mi volt a parancs? Azt mondja, hogy cal mínusz N, 2. Szerintem egyébként itt lehet olyat, hogy azt mondjuk, hogy kettős pont felkiáltó játszal minuszen kettő. Most írtam, nem tudom, hogy kell beszúrni, valahogy a Vimmel be lehet szúrni. Mindegy, igazából nem lényeges, hanem akkor így beszedjük a pufferből. Na már most. Olyat szeretnénk. Most közben itt csinálunk egy olyat, hogy a C++ modline-t azt húzzuk le így a végére, mert kell majd nekünk ide valami modline. Ez szerintem azt mondja, hogy a 4-et az serék 8-ra, és ez is legyen inkább így. És csak annyit csinálunk, hogy a Vim-nek így legyen meg, hogy mindenképpen tabokat használjon meg, NES-fészeket meg, stb. Ha valaki ezt megnyitná, ugye most ezt úgy csináljuk meg, hogyha esetleg más is használná. Mert ugye az igazi programozó tabok az használ is, nem space-eket, bocs, ez van, aki space-eket használ, noobok vagytok ennyi, csak viccelek, de értitek, amit beszélek. Egyébként a igazi programozó azt csinálja, a kezdetben itt tabokat használ, indentálásra, pozícionálásra, meg space-eket, tehát például itt. Mindegy, ez csak így, megmondom, az a legprobb megoldás, igazából a csak tab is noob.
Viszont nem arról van szó, nekünk itt most azért kellene tabok, mert egyszer azt akarjuk, hogy emberileg olvasható legyen, és egyszer azt is akarjuk, hogy ne csak emberileg, hanem ugye majd utána feldolgozható is legyen, viszonylag könnyen. És ezt a kettősséget, ezt nagyon jól tudjuk majd a tabbal csinálni. Úgyhogy ha 8-as tabok vannak, és ha az úgy ki fog férni. Na már most viszont, ez nem jó naptár így, mert egymás mellett vannak, és én azt akarnám, hogy egymás alatt legyenek ezek a dolgok, ugyebár. Úgyhogy ez nem annyira király. Most gondolkozok, hogy ezt hogy kéne csinálni. Ezt valahogy úgy kéne csinálni. Okosan. Hogy először is azt mondjuk, hogy QQ, tehát felveszünk egy makrót, és azt mondjuk, hogy insert mód, beteszek egy pontot, escape, és ide tettünk egy pontot, és lejjebb mentünk egyel, ugye ennyi? És azt mondjuk, hogy ez volt a makró, azt most meg tudom egysenkül ötször. És akkor még egyszer, mert most vettem csak észre. Ez azért jó, mert akkor tettünk egy ilyen elválasztót ide. Látjátok, milyen jó, hogyha ilyen gyorsan tudtok makrókat fölvenni? Most azt mondjuk, hogy ezeket igazából itt át variáljuk, úgyhogy annyit akarok csinálni, hogy a space a igazán pont, ugye ezért kellett backslash-rel menni arra pont a regex pontot jelenteni, a bármilyen karaktert, space-t, ezt cseréljük ki arra, hogy backslash-r. Na most gondoljatok el, mi fog erre történni. Pont azon, mire számítottatok, ugye? Ugye? Tehát most így össze átlapolódtak a dolgok, tehát azt jelenti, hogy minden második sor a márciushoz tartozik, és minden idézőjelbe, tehát minden páros sor a márciushoz tartozik, minden páratlan a februárhoz tartozik. Tehát látjátok, hogy ez a februárhoz tartozik, ez is a februárhoz tartozik, ez is a februárhoz tartozik. És a március, ez ugye, az látjátok, péntekkel kezdődik, az azért van, mert Friday, itt látjátok, Friday-jel kezdődik. Milyen érdekes, hogy ez itt angolul csináltam, amikor Wimből csináltam, és magyarul, amikor magyarul, de magyarul hoztam át, látjátok, mert a péntek van itt. Tehát a március van a full hónap, az ugye 31 napos. Látjátok, itt ez meg 29, ez meg a február. Na most ezt úgy kéne megcsinálni, hogy ezeket okosan kibozgatni valahogy egymás alá. Most ennek szerintem az a legjobb módja, megint felveszünk egy makrót megint a Q dologban, mert már nem fogom használni még egyszer azt a föntről lefele ilyen vágást, és azt mondjuk, hogy mondjuk a februárosokat mozgassuk innen ki, azt úgy tudjuk a legjobban megcsinálni, hogy beteszek egy pontot, opa, nem sikerült, hagyjuk a makrót abba, felveszünk újra a makrót, és azt mondja, hogy beinzertálok egy nem pontot, hanem mondjuk pontos vesszőt, mert azt egyszerűbb lesz majd regexperli. Visszamegyek, és lemegyek kettőször. És ennyi. És akkor azt mondja, hogy ezt mondjuk olyan négyszer csináljuk. Meg még háromszor. Ugye ez a végén itt már nem kell. És látjátok itt mi történt? Ugye megjelöltük minden második sort. Ez a minden első sor, bocsánat, és most tudjátok, mit fogunk csinálni? Ezt kijelöljük, azt mondjuk, hogy globál mód parancs, és azokat, amik úgy kezdenek, hogy pontos vesző, azokat elmúvoljuk a 10-es sorhoz. És ez most itt fejjel lefele lett, így pedig jó sorrendben lett. Na, ezt adjátok össze. És ugye most így meglett nekünk a naptárunk, és ha ezeket kiszedjük, akkor láthatjátok, hogy itt a... ezeket is kiszedjük. Jó, és akkor itt azt mondjuk. Tehát igazából így megvan nekünk a... valamiért itt van egy plusz eltolás. Kicsit túl automatizáltam, nem baj, nem az a lényeg. Na, szóval látjátok, itt megvan most a naptár, ezt szépen elmentjük, mert ez itt tök király. Tehát ez itt február hónap, ez pedig itt a március hónap. Na most február hónapból igazából nekünk nem kell ám az egész, mert látjátok, mi február... azt mondom, hogy szal. Látjátok, 15-e van, és 14-én kezdődött ez a bőti időszak. Jó, tehát hogy igazából nem kell az egész hét. Csak, vagyis, hogy végül is kell az egész hét, de ezt így csináljuk meg, hogy a
csak innentől legyen meg. Ugye itt meg van hétfő, kett, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. És ezt a kettőt azt viszont így összejointoljuk. És így megvannak ezek is. Látjátok? Tehát így megkaptuk a heteket abba a periódusba, amit igazából fel akarunk dolgozni. No már most, ebből meg annyit csinálunk, hogy igazából minden sort megduplázunk szerintem, azt kéne csinálnunk. Nem, még mielőtt azt megcsináljuk, ezt alakítsuk át ilyen tabos formátumra, majd mindjárt látjátok, hogy miért. Ezt alakítsuk át tabos formátumba, ahhoz az kéne, hogy itt egy ilyet csináljunk, hogy a space számot ezt alakítsuk át arra, hogy 0 és az a szám. És megmondom, hogy hol, ezt nem. Igen. Nem. Jó, és akkor így most kicsit ilyen standardabb lett. És ezt most meg átalakítjuk úgy, hogy a space-t azt lecseréljük backslash t-re, vagyis tab karakterre. Nyilván az összeset. Na. Valami rosszat érzek, valami zavart érzik itt az erő. Ja nem, mert 12-en kezdődik, minden oké. Okay. Jó, és akkor itt is nyilván azért annyit csináljuk meg, hogy... Jó. Ezek a heteink. És most ugye ennél a hétnél tartunk. Most az... A hónapokat itt annyiból látjátok meg, hogy ahol 29-01-re váltott volt a februárból márciusba való váltás. Mert ezt heti szervezésbe akarom, tehát nyilván heti statisztikát akarok, akkor most így a legegyszerűbb számomra ezt reprezentálni. És ez a kalendár. Ilyen weekly kalendár. Ez legyen itt a goals. És akkor igazából ezt a történetet kell most úgy csinálnunk, hogy mindegyiket megduplázzuk. Azt megint makróval fogunk csinálni, mert szerintem ugye a legegyszerűbb. Vagy illetve lehet azt úgy is csinálni, szerintem, hogy 2.s nem, G globál parancs a bármire az nem tudom mi a duplázás most így fejből. Legegyszerűbb makróval lesz, ugye felveszünk egy Q makrót, és azt mondja, hogy YYQt, és lefele, és ennyi volt a makró. Látjátok, ezzel megdupláztuk. Illetve nem ezt akarjuk csinálni, igazából nem megduplázni akarjuk. Hanem olyan makrot akarunk csinálni, YYQt, és ezt a sort ezt átalakítjuk úgy, hogy a 0-tól 9-ig azt kicsereljük arra, hogy XX, és mindenhol. Ezt annyival elrontottam, hogy egy darab X-re. És Q, és akkor most el is, ezt még egyszer elrontottam. Szóval azt mondja, hogy QQ, YYQt, 2.s per 0-tól 9-ig azt kicsereljük ugye X-re, és mindenhol, és ugye lejjebb megyünk, és ez volt a makró, és akkor ezt most ilyen háromszor elvégezzük, még egyszer, és akkor itt ez mire volt jó? Na arra, hogy ezek a X-ek, ezt most nem tetszik, hogy X, mert kicsit olvastatlan, ez legyen inkább az, hogy a X-et kicsereljük pontra, ja, így már jobb, én már jobban szeretem. És itt a, még annyit csináljunk, hogy a pont-pontot cseréljük ki egy pontra. Hoppá, de ez annyiból nem volt jó, hogy igen, nyilván ezt így kell nézni. Okés, na ezt már szeretjük, ez már egy egészen könnyen kezelhető történet. És a weekly kalendárunk ugye úgy néz ki most. Mi ez? Ez mi ez? Ez egy nagy ibetű, ezt fiatal, én írtam ide. Látjuk a heteket, a napokat, ugye itt vannak az, hogy hanyadika, ezt így ugye nagyon megkreáltuk magunkra gyorsan. És mit fogunk ezzel csinálni? Ezt a blokkot fogjuk majd szépen beparzolni.
de ezt az egész fight, amit itt láttok. Ezt úgy fogjuk, először ezt fogjuk töltögetni magunkkal, itt gépen is, meg mobilon is, és lehessen szinkronizálgatni. És ezeket az adatokat, ezt meg ugye úgy fogjuk csinálni, hogy most mondok egy példát. A mai nap például ugye foglalkozunk YouTube-bal, és akkor itt lesz egy Y. De a mai nap foglalkozhatunk mondjuk exercise-zal is, és akkor lesz benne egy 10. Oké? Hát a 10 fekvő az elég kevés. Hát igen, az elég kevés. Jó, tehát, hogy... Érdekes, ezek 8 karakterenként vannak. Ja. Szerintem lehetne kicsit több. Na mindegy, értitek is azt mondom, amikor mondjuk csináltunk mondjuk 300 fekvőt, azt tudok csinálni egy nap alatt mondjuk. Vagy egyszer már tudtam 155-öt is, de nem egyszerre, nehogy azt hittek. Tehát egy szépen lassan, mint egy kisebb szettekkel. Tehát egy, és akkor ezt írná le, és látjátok, ez nem olyan jó, mert ide még azt mondjuk, hogy és akkor legyen még egy walk, mondjuk egy 10 kilométeres ilyen séta aznap, akkor ez így lenne lekódolva, de látjátok, ez szétesett itt ez a történet, mert hogy a parcoljuk akkor nem esett szét, de így vizuálisan szétesett. Yeah. Visszaállunk erre az eredetire. Tehát így vizuálisan szétesett, úgyhogy ezt a tab ez ilyen 10-10 ez TS SV. Amúgy az SV meg a TS között az a különbség, hogy az SV az az, hogyha így kijelölöd és ilyen blokkokat így mozgatsz minden távol, a TS az pedig az, hogy egy tab karakter az hány darab, mennyi helyet foglaljon el. A STS az igazából meg akkor hasznos, hogyha nem expandoljátok a tabokat, akkor ugye igazából azt csinálja az STS, hogy soft tab stop. Hogyha backspace-eket nyomkodtok, akkor egyszerre mondjuk 4-esével tudjátok törölni, tehát hogyha idézőjelben noobok vagytok és mondom, nem tabokat használtak, akkor ugye ez van. A no expand tab az pedig ugye az van, hogy ne expandálja a space-ekkel tabokat. Úgyhogy ja, na ennyit erről a történetről. Viszont így, hogy 10-esével vannak, egy kicsit jobb, mert akkor azt mondja, hogy mondjuk ide beírhatjuk azt, hogy YouTube, mondjuk azt mondjuk, hogy walkolunk 10 kilométert, és azt mondjuk, hogy exercise-olunk 100-at, és még ez is így túlságosan kevés. Úgyhogy legyen ez, mit tudom én, 12. Legyen 14. Egyébként meg, hogyha tabot használtuk, ezt a két számot érdemes egyben hagyni, mert csak hogy nehogy valami space-ekbe kerüljenek. Jó, és akkor ezeket ide írjuk be, ez azért jó, mert akkor a fight automatikusra megnyitjuk, akkor ez meg fog történni, ez a indentálás. Majd megnézzük a telefonon is, ez jó-e, ha nem, akkor majd egy kicsit ezt testre szabjuk, de szerintem ez jó lesz, mert itt is látjátok azért elég nagyok a betűk, és nem az egész screen-t húzzuk föl. És esetleg még beteszünk majd a modline vagy olyat, hogy ne legyen no-wrap, vagy hogy hívják ezt. Na nézzük meg, hogy ezt ízélem, így lekicsítem, és akkor set no flop. Látjátok, és akkor ez ilyen. És akkor legalább az lesz, hogy jobbra-balra lehet benne menni. Valószínűleg ezt még be kéne tenni, ezt a no flopot. Jó, mert akkor, hogyha mégis kicsi, mégis telón az nem lejátszana, akkor legalább így jobbra-balra a kurzorra tudok mászkálni, és akkor ugye fogom látni, hogy az vasárnap, vagy csütörtök, vagy hétfő, hogy hol tartok. A lényeg az, hogy most látjátok, ez egy egész értelmes kis történet, és így viszont már tényleg azt mondhatjuk, hogy a szerdának ugye van YouTube-ja, és akkor mondjuk azt mondjuk, hogy exercise-olunk mondjuk 400 fekvőt, és walkoltunk 10 kilométert, és ennél sokkal több mindent, meg mondjuk csináltunk ordert, és akkor ennél sokkal több mindent mondjuk nem hiszem, hogy lesznek, hogy minden nap fog valami történni. És így ki lehet látni, hogy 14-én szerdán ez történt. Tehát a nap az itt van, és alatta, hogy mi történt.
beállíthatjátok ezeket a értékeket úgy, hogy igazából látjátok, még több elfér itt a képernyőn. Most ez nekem valószínűleg azt mondom, hogy körülbelül ezeknél egyszerre többet nem fogok csinálni, ha nem, akkor majd ezeket állítgatom itt az alján, és akkor automatikusan minden úgy fog csúszni, ahogy kell. Na és akkor az lesz a történet, hogy majd 40 nap múlva, amikor ezt szépen töltögetjük, most én annyira kitöltöm, hogy ide beteszek egy Y-t, ennyit csináltam, lehet, hogy ordert is csináltam, most nem akarom erőltetni még egyelőre, hogy kigondolom, hogy minek számít annak, amikor tényleg megkapom a pluszpontot. Viszont a lényeg az az, hogy átjátok, már betettem ide egy Y-t, elkezdtem tölteni, és ezt fogom szépen folyamatosan tölteni a nap, mint nap, és akkor 40 nap múlva meglátjuk, amikor ebből csinálunk egy kiértékelést, és mondom, kommenteljétek a videó alá, vagy legalábbis most ezt mondom, hogy ti ezt hogyan csinálnátok meg ennek a parzolását, milyen túlokat használtak, milyen programnyelvet, mivel csinálnátok meg, kíváncsi vagyok, hogy milyen tippek jönnek, és akkor majd össze tudjátok hasonlítani, amikor én ezt a videót megcsinálom, hogy na és én hogyan csinálom ezt meg. Jó? Viszont látjátok, ez egy fajék egyszerű történet. Most itt pár trükköt, ilyen Vimes trükköt megmutattam közben, hát ha ez valakinek hasznos volt. Igazából, ja, és egy fontos dolog, hogy oké, na és ezt most ezt telefonon hogy a fenébe fogom elérni? Na ezért jó nekem, hogy látjátok, egy Pinephone-om van, ekkora királyság, ez egy Linux-os számítógép. Egyébként van hozzá egy dock, és azzal meg egy igazából egy monitor, tehát tudod, egy pillentyűt, meg gigabit ethernetet, meg minden varázslatot. Ez egy igazi Linux számítógép, csak lehet rajta telefonálni, amúgy nem túl erős számítógép, de nem is túl gyenge azért. Tehát erősebb, mint a 2007-es gépen bőven, több magos, stb. A lényeg az az, hogy oké, hogyan szinkronizáljuk ezt le, hogyha valakinek nagyon jó kis eszközei vannak, ami ugye szintén mondhatjuk, hogy szak lesz. Na, a legjobb módszer az szerintem az, hogy ugye ezt azt mondjuk, hogy git status, git add, látjátok, ezt csináltam itt egy gitet, és azt mondjuk, hogy data.md, git add, readme.md, commit. Lehet, hogy még lesz edzés, lehet, hogy nem lesz, ma már nem tudom, meglátjuk. És akkor látjátok, ezt föltettük egy gitbe. És ez tök király. Na most az van, hogy először is ezt le kell branchelni, tehát kell csinálnunk egy... nekem van, először is van egy ilyen git remote, git local serve, van egy ilyen, ami git local serve. Ez a git local server annyit csinál, hogy ez a laptop most hirtelen git server lett, és most mindenki húzhat le róla a dolgokat. Nyilván tudjátok, a git az úgy működik, hogy itt van a te gépetek, és a git repository a teljes összes verzió az rajta van a te gépeteken. A szerveren, ugye azt így szokták ábrázolni, hogy a tetején van egy ilyen kis szél, a szerverre, amikor föltöltitek, akkor szinkronizálja az egészet, és szerveren is megvan az összes revision. És itt van valaki másnak a kis laptopja, vagy mit tudom, egy ilyen számítógépe, azon is rajta van az összes revision. Jó? Tehát a git az ilyen azért elosztott verziókezelő, mert mindenkinek megvan az összes változat, és mivel ez így van kitalálva architektúrásan, nincsen igazából szerver, az is csak egy teljesen sima gép, és én írtam ezt a kis alias magamnak, vagy lehet, hogy ez egy bash function, majd meglátjuk. És az a bash function az megcsinálja ezt, hogy elkezdek gitet szervírozni, és látjátok a Reddit Rumble. De most fogom a telómat, ennyit nyitok rajta egy terminált, végül véletlenül nyitottam párat. Na várjál. Szóval van rajta egy terminál. És, ja, persze, természetesen fölmegyek erre a Wi-Fi-re, ami most a gép van. De egyébként megoldom őszintén ezt a gépet, ez, nekem ez a git-es cucc, ez meg van csinálva, hogy egyébként, ha megy a gépem, és kiadok egy parancsot, szintén megvan aliasba, ezt most nem fogom megmutatni nektek, akkor a világhálón keresztül is elérhető lesz nekem egy git szerver, egy bizonyos porton keresztül. De ez általában nekem nincsen bekapcsolva, tehát azt úgy szoktam, hogy belsős házak a gépemre, például azt is külön kell engedélyezni, hogy lehetséges, de szoktam úgy dolgozni, hogy mondjuk úgy hagyom. Nem a szokásos portokon, nem a szokásos protokollokon, van egy kis trükködés benne. És akkor az a történet, hogy a SSH-ban engedélyezem általában a git hozzáférést, és akkor föltöltök valamit gitre a telomról,
bemergelem a gépemen talált a kódokkal, vagy itt a helyi hálózattal, amit innen már elérek, és akkor ugye, vagy nem is fontos, ezt majd általában később csinál meg, de a gépemmel ugye be tudom mergelni, és akkor legalább két helyen van meg. Na, hát közben csináltam a hálózatot, látjátok, ilyen jó kis felülete van. Egyébként Tiling Window Manager futtatok a telefonomon, egy kis plusz menőzés, egy Alpine Linux alapú cucca, majd lesz külön róla egy videó, de most csak ezt, hogy hogy fogom elérni innen. De úgy, hogy van egy terminál, és azt mondjuk, hogy itt csinálok egy MKDIR-rel ugyanúgy a könyvtárát, tehát ugyanúgy MKDIR, mint amit itt csináltam a gépemen, és azt mondom, hogy MKDIR munka per böjt. És akkor bemegyek a munka per böjt könyvtárba, szépen bementem, és a munka per könyvtárba azt mondjuk, hogy klón. Kiadok egy git klont, beírom az IP címemet, tehát az van, hogy git klón, git 2.per, az IP címem, per, és ennek a dolognak a neve. Most egy dolog van, ez így nem működik, mert jó, oké, csináljuk ezt mondjuk meg. Git klón 2024. Na akkor látjátok, ide kiírta ezt, tehát hogy én nem tudtam hozzáférni, és itt meg kaptunk egy disconnected errort, mert ez a könyvtár nem létezik. Most ez azért van, mert elkövettem egy hibát, és ide kijebb kell menni a bőt könyvtárba, és itt kell egy lokál szervet indítani. És ha azt mondom most, hogy git klón, a git 2.per, az IP címen, per, és a könyvtárnak a neve, a 2024 könyvtárnak, ami ugye itt van, akkor látjátok azt, hogy a cloning into git, és ide lejött a gépemre. És érdekes, látjátok itt is írja ki szépen logóval, hogy mik történtek. És akkor most ide be tudok menni a 2024-es könyvtárba. És akkor ide bemegyek, hogy data.md. És csak meg akarom mutatni. És itt vannak az adatok. És valamit beleírok. Mondjuk valami egyszerűt az elejére, mert ugye most a adatot nem akarom piszkálni. Mondjuk beírtam az elejére egy ilyet, hogy ilyen what is this file, ez majd lehet, hogy szépen leszedem innen, és a probléma az lesz, hogy itt azt mondjuk, hogy kilépek, és most azt akarom mondani, hogy git commit, tehát szintén a giten keresztül fogom szinkronizálni ezt a szöveges fájlt a laptopom meg a telefonom között, és látjátok, ezt halál egyszerűen tudom szerkeszteni egyébként telóról is, tehát úgyhogy nem kell otthon lennem, és valami eszembe jut, hogy hú, csináltam, mint én a szőlőbe kint kapáltam, vagy csináltam egy rendet, de ugye elfelejtsem az ordert fölvenni, akkor a telómon már mondjuk lefele sétálva ezt fölveszem, beírom az adatot, és otthon beszinkronizálom a gépemre. Na, mit szóltok? Nem kellett hozzá mobil applikációt fejleszteni, mert Linuxos telefonom van, és egy full egyszerű dolog volt az egész történet. És látjátok, ezzel tudom követni gépemen és Linuxomon egyszerre ezt az egészet. Most mondom, hogy ha nektek ilyen normális telefonotok van, akkor is ezt valahogy meg lehet próbálni esetleg valamilyen Google Docs-os megoldással, de mennyivel egyszerűbb már ez, értetek? És ott is simán Vimet tudok használni, egyszerű kis, tehát kényelmesebb. Legalábbis számomra ezek a minimalisztikus dolgok sokkal kényelmesebbek, mint valami kattingatos hülyeség. És azt mondom, hogy git commit, és mondjuk legyen az, hogy change. És akkor azt mondja, git commit, ja, -a, -m. Na, -a, mondom, -a, -m. És itt akkor ugye az van, hogy git push origin master. És most lesz egy történet. Látjátok, itt jött egy ilyen connection valahonnan, extended attributes, az a én IP címem most itt a lokális hálózaton, ez nektek semmit nem ér, mert ugye nektek is ilyesmi címeitek vannak. Kaptunk egy
pakkot ehhez a 2024-es, ez egy disconnected. Na itt nem írja, de itt talán most, ha közel mutatom, piros, a pirosat látjátok. Szóval azt mondja, hogy fail to push some refs, ez azért van, mert automatikusan nekem ez a git local serve nem engedi meg, hogy fölpusoljatok nekem mindenféle tucat a git repoimba, hanem azt egy külön parancsot kell elindítanom, hogy nem csak read-only legyen, hanem write-olható is legyen a történet. Vagy megmutatom utána ezeket a scripteket egyébként, mondom, aki valaki érdekel, mert például lehet ilyen kis Atomic P meg PC közötti kapcsolatoknál, vagy a rendesen szervereknél bárhol, vagy mondjuk két Linuxos gép között, hogyha kódot akartok megosztani, akkor ezek a scriptek itt tök hasznosak lesznek. Tehát akarok közben ilyen tanácsokat mondani, ami értetik, hogy nem csak a közvetlen témához kapcsolódik. És azt mondja, hogy ez a git local serve, ez most igazából nem elég, mert egy git local serve receive módot kell betennem, és most akkor kiadom újra a push-t, és itt van egy disconnected with error, ez azért van, mert ez a történet nem jó, ugyanis be kell mennem a 2024-es történetbe ide, és itt kell csinálnom egy branch, tehát nem szabad azon a branchen lennem egyébként, amit én felül akarok írni. Most kicsit érdekes, mert itt ezt nem írja, és itt sem ezt írja. Aha, master branch is currently checked out, itt írja. Tehát, hogy nyilván értették a szerveren, amikor egy git szerverrel kommunikáltok, ott nem lesz kicsekkelve az a branch, amire éppen pusoltok föl. És ennek van, tényleg van egy problémája, hogy ha éppen ki van csekkelve, amiben ti pusoltak föl, akkor idézőjelben azt nehezebb konzisztensen tartani, tehát ezért ezt nem engedi meg. Ezért itt azt kell csinálnom ezen a gépen, amikor így beszinkronizálom a történetet. Itt azt mondja, hogy git checkout -b tmp, tehát csinálok egy branchet a tmp branchel, és akkor látjátok, hogy git status az most a tmp branchre ment rá. És azt mondom, hogy na most push origin master, ja, nem, nincsen most futtatva a git, ready to rumble, push origin master, de ez most miért van, connection refuse. Rossz könyvtárban vagyok. Vagy igen? Not a pont git. Not in directory list. Ez most egy új történet. Valami változott a gitben. Erre most rágooglizunk, jó? Mert kicsit. Érdekel. Ez korábban működött. Most valami azt mondja a git remo show origin, de hogy nem. Ja, oké. Na itt most azt mondja, hogy git remo show origin. Valami érdekes itten. Van nekem a leírás egyébként.
Ja, kell írni meg egy pontot. Ó, öcsém. Na jó. Aha. Okés. És itt azt mondja, hogy fölment a push. Jó, kellett megírni egy pontot. Jó, nem volt semmi, csak nem olvastam el a saját leírásomat a aliasznál. Látod, csak azért szeretem a aliaszoknál, hogyha vannak ilyen, ilyen kis ilyen plusz leírások rajta. És most látjátok azt, mondja, hogy receiveltük, disconnectedtük, upload pakot megkaptuk. Most ebből kimegyünk és azt mondjuk, hogy bemegyünk ide a 2024-es könyvtárba. És git check volt master. Belódoljuk a fájt, és látod, hogy kiletette az elejére ezt a cuccot. Na most nyilván, hogyha ezt már egyszer megcsináltam, akkor ezt csak ilyen fölfele nyíllal itt is elő tudom hívni, ilyen kontrollerrel fölfele nyíllal itt, ezen a gépen is elő tudom hívni, és nyilván mostantól meg fogom jegyezni, mert ezt napi szinten használom, hogy ezt a pontot oda kell tenni a git receive mögé. Értitek? Most ennyi a történet. Meg akkor nem videostreamen csinálom, és akkor nem fogom elrontani, mert ilyen ott könnyebb, amikor az ember nem streameli ki lépve az egész történetet. És ennyi az egész. És így be van szinkronizálva. Mobil és gép között. És látjátok, igazából semmi akadálya nem lenne. Most annak ellenére, hogy ez ilyen nem GUI-t támogató dolog, semmi akadálya nem lenne, hogy valahogy mondjuk egy Android vagy iOS vagy valami hasonló ugyanilyen suckless módon is tudjon kommunikálni egy géppel. Ennek egyetlen oka van, hogy ez nem lehetséges normálisan vagy körülményesebben lehetséges csak. Hát és ez sajnos az, hogy ugye nem nagyon érdekli ezeket a cégeket. Tehát értitek, ott okos telefonról van szó, és idióta felhasználóról. Itt pedig font fordítva. Nem is nevezem ezt okos telefonnak, ez egy produktivitás telefon. Látjátok, billentyűzete van, Linux van rajta, tudok rajta programozni, stb. Nincsenek rajta időtől elvevő baromságok. Lehet egyébként rajta Androidot emulálni, majd mondom, lesz róla külön videó, az tényleg nagyobb hangvételű lesz. Viszont már annyira sokan panaszkodtatok, hogy erről sincsen content, hogy ez erre is kicsit jó alkalom volt, mert ezt tényleg akarom majd használni. Úgyhogy ez jó lesz. Hoppádé. Itt van egy elcsúszás. Mert a Join-nál volt valami probléma. Valamikor nyomtam egy delete-et bele szerintem, mert én láttam ezt így egyben szépen, és így jó volt. Jó? Na jó. Ennyi lesz ez a videó. El tudjátok képzelni, és remélem mindenki be tudja parzolni ez alapján, amit most csinálunk. Majd a végén a kis statisztikáit, bármilyen statisztikát szeretne elképzelni. Mondom, ezt írjátok le kommentbe. Azt is mondjátok, hogy igazából tetszette az ilyen jellegű tartalom, az ilyen jellegű minimalizmus. Egy párszor szerintem fogok csinálni hasonlóan nagyon minimalista megoldásokat, és ennél nem biztos, hogy minimalistákban, inkább kicsit komplexeket, ami mondjuk tényleg valami alkalmazásfejlesztés, csak mondjuk gépre. Meglátjuk, jó. Meg lesz egy-két ilyen, van egy-két ilyen ötletem, mondjuk kicsit ilyen suckless-es történet, ilyeneket is fogunk tolni, meg szerintem lesz még külön suckless-es bemutató csak a DVM-ről, részletesebben, úgyhogy én rajzolgatni is fogok, hogy ez itt micsoda, itt a sarokban meg itt, tudom én ilyen dolgok. Jó, úgyhogy lesznek még ilyen videók ez a Linuxosok között, lehet, hogy lesz ennek külön ilyen listája is, ezt még nem tudom, és 40 nap múlva akkor lássátok, hogy hogyan fogjuk ezt parzolni. Sziasztok, ennyi, remélem nem volt hozzá. Iratkozzatok fel, nyomkodjátok a gombokat, és tényleg ennyit szerettem volna. Csá!